Sziasztok, srácok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Innen a csodálatos KD csapat Dave. Hello! Illetve Zsédav Dávid mellől. Sziasztok! Hát az elmúlt egy év után végre egy csodálatos kanapén fogunk ülni. Így van, nem zöld háttér. Így van, nem zöld háttér, nem Zoom hívás, meg ez, meg az. Itt nem. Vagyunk! Egy kanapé, itt élő ülünk. Szereplős, és látólag titeket, nagyon jó. Azért gyűltünk itt össze, mert a Samsung meghívásából lehetőségünk van kipróbálni egy 65-szoros Neo QLED 8K 120 Hz-es televízión, hogy milyen érzés is ez a gaming világ egy ilyen TV készüléken. És bizony fifázni fogunk egymás ellen. Crash Bandicoot, Crash Team Racing, ezt amúgy puskázom, mert nem tudom megegyezni, illetve Knowledge is Power nevű játékkal fogunk majd játszani, ezt pedig a telefonunkról fogjuk irányítani, ami pedig egy Samsung S21 lesz. Szóval tartsatok velünk, és hát nézzük meg, hogy nyerek. Nos hát uraim, remélem fel vagytok készülve. Maximálisan. Toljuk! Lehet, hogy nem tudjátok rólam, én kifejezetten kedvelem az autós játékokat. Így arra gondoltam, hogy az első játék, amiben megmérkőznénk, az a Crash, kérlek segíts. Team Racing. Team Racing, így van. Crash Team Racing. Én amondó vagyok, hogy médiumon hagyom az ait. És hát szerintem nincs más hátra, mint előre. Nézzük, válaszunk magunknak karaktereket. Nagyon magány. Akkor te leszel a Dinóval, Zsédav lesz a sárga fejűvel, én pedig leszek a Crash-sel. Ready. Na. Rustubes. A Sanity Vicharia. Mondhatni, ez egy kicsit nehéz pálya. Jó, én vagyok jobb felül. Én vagyok bal felül. Hát jó, hogy így kilőttem. Igen, itt jól kell időzíteni. Aha, hello. Miért megy a... Na. Ez nagyszerű. Elbíztad magad. Sokáig tartott. Ajajaj. Igen, és néha több időt lehet veszíteni a driftelésen, mint amúgy. Igen, nem mindegy, milyen kanyarban mész bele. Hopp, egyre kettő. Ne. Hopp, most bírom bele kell egyre srácok. Hopp, egy első hely azonnal. Ahogy kell. Ó, elsőkben leszek az utolsók, ne aggódjál. Hogy lettem a harmadik egy kanyar alatt? Igen. Sokan vannak ott azért, akiknek fáj a foga arra. Erők drift? Ó, oh, fail. Hú, átugrattam az izét! Nem könnyű driftelni. Bumbaka! Bumbaka! Hoppaditro! Megvagy! Oké. Okay. Even autózom. Ja, értem, oké, okay, megvan az a nitrózás. Kezd alakulni. De rendesen el kell kapni a ritmust vele. Ne, de ez szórakozó, hát második voltam, most meg már ötödik, hát milyen világban gyere élünk? Gyere csak, én várlak itt hátul. Itt is jó a buli. Hát milyen világban élünk mi? Final lap, már is final lap! Ezeket a potion-eket, ezeket így megköszönném. De hogy találsz el, amikor berakom magam mögé? Nem baj. Aj, nagyon rá vagyok fókuszálva most. Igen, én is próbálok koncentrálni. A végig. Ez nagyon nagy hő, ezt most megkaptam. Oh my god! Ne, de most... Nagyon jó. Mi ez a sár? Ne lassítsál! De mit? Jó, yeah! Szél előtt! Ezt nem hiszem el! Hát láttátok, hova kirepültem? Ja, hogy a negyedik a pontszerszőt. Hát jó. De mindegy. Kezdem érezni ezt a driftes dolgot. Jó, te megörülj magadnak. Dave-nél ügyességi játékokkal játszottunk, Zsédavnál pedig verekedősökkel. Nézzétek meg, de most itt a következő kör, hogy nem tudom elkapni a rajtot. El lehet kapni a rajtot. Persze. Kicsit más lovon ülök én, mint úgy érzem. Srácok, erős 8. Az igen. Nagyon jó. Erős 7. Mindenki elvitte a cuccokat előlem. Ezt nem tudom, hogy ez az arany cikesz, ez mit csinál ilyenkor, amikor ez arany cikesz. Hát ja, ez látom, igen. Bazen egy tűzdabda. Jaj. Ezek az éles tűkanyarok. Persze! Pont a közepébe! Lupaká! Pif! Jó, mert az a ki lehet ütni.
Nem áll, hogy belemegyek. De hát ez volt egy. Érted, az alapból ott át kéne, hogy ugorjak, hogy nem tudtam. Aj, de pedig mikor, hát, próbálkoztunk, akkor milyen jó. Hogy tolat? Hogy tolat? Ez a homok, ez nagyon lassú, így nem jó. Szevasz, Éda, mellé. Ez rögtön konkrétan. Na, belementem egy melyik fóta rakétájával? Mit tud a rendszik ez? Úristen, végre itt valahol elől vagyok. De nem tudom, ez meddig fog tartani. Jól el vagytok hátul. Igen, tovább. Most rá a hátul maradni. Egy pontot is kéne szereznem. Nem csak arról szól. Ezt nem hiszem el ezeket a rányabb köveket, azaz, amit itt bugulásznak. Szikre ez olyan, amiben lesz a részed. Jött velem szembe egy lila golyó. Why? Ez szerencsés. Pedig az előzőben nem elő voltál, Marci. Á, jó! Persze, az előzőben nem kaptam ennyit az arcba. Nem már, hogy az utolsó körben megyek le hatodikra. Most már én vagyok a hatodik. De a fal miért fog meg ennyire? Mert nagyon erős. Na megint a golyó. Utolsó kanyar, ne. Gyere! Ah! Csináld meg, Léci! Ah! Hello! No! Hello! Azt a mindenit! Mekkora befutó, te jó Isten! Hát ezt nem hiszem el! Meg mindig a pontosak vagyunk, de ilyen nincsen! Istenem! Jó, nekem több nulla pontom van, mint neked. Nekem jobb a nulla pontom, mint neked. Nekem egyszer több nulla pontom van, mint neked. Nem hiszem el. De érted, voltam harmadik. Miért nem két körös nem a verseny? Nyomjad neki. Azt a befutót, ennyi választotta, hogy ne legyek második. Te szegény. És hányadik lettél? Na első. Nekem ennyi választotta, hogy ne legyek pontszerző. Ezt nem hiszem el! Megint ugyanott! Levegyük az ait. Azt mondjuk, az folytatni. Jobb is lett a beköszönésre. Ez a csatornás jaj, rész is egy eléggé viszonylag nehéz szekvencia. Na, ki kapja el a rajtot? Én pont nem. Előbb nyomtam el. Nem hagytak nekem semmit! Hova? Miért vertem ott valakire? Azt mondjuk, hogy ez a pálya. Hú, ez olyan, mint a Rumble Racing. Nem tudom, hogy játszott-e valaki, akár a néző közül, akár közületek. PlayStation 1, Rumble Racing, nevű játék. Nem ismeritek? Pedig nagyon jó játék, igazi klasszik. A második pálya. Olyan szinten fogom a hátadat le megvakarni. Én 8. vagyok. Stabil. Jaj, akkor biztos, hogy nem tőle. Jaj! Nem áll rakéta. Mikor nem találtál? 7. elsőből. Vissza az 5. How? Nem áll. Bupaka. Ez egy érzelmi hulladás volt az a játék, komolyan mondom. Bupaka. Rajtam mentél át a bupakáddal. Sorika. De befarvoltál is elmúlt, hogy ne lettem. Ne, de ezt nem hiszem el, hát itt alapból át kéne, hogy dobjon, nem? Miért nem dobál? Nagyon jó. Nagyon jó. Figyelj, stabilan. Zupaka. Egy fal volt középen, vágod? Jövök föl, mint de a talajvíz, már 7. vagyok. Nem akarok TNT-zni, nem akarok, oké. De nem biztos, hogy leesik a TNT, csak nem, hát hogyha elég ideig rázod, akkor esik le. Nem lehet, hogy elég ideig lesz a... Mindig esik erre. Dude, koncentrálok! Nem is látok embert, hogy tök magányosan autózgatok itt. Hát az ügynek. Egy engem ne láss meg. Nem á! Ezt nem hiszem el. Az igen. A medve. Megérkezett a bal...
Mi a jó! Mi történik itt? Micsoda talán mi? Történik itt? Átugrottam még azt is! Ne, csak a középső falat most ne! Gyerünk, ott van! Mi? Gyere! Ne, csak ezt ne! Persze, az kullog a hatodikról, az hiszi bejön. És még pont beelőztek, harmadik nem baj, pont szerző. Ez nem csak egy pont. Három pont! Úristen, micsoda! Én nekem egy! Ötödik. Egyetlen egy pontom lett. Pedig nagyon jól indultál. Ja, a végén. Így mentél lefelé, ugye? Köszönöm szépen. Lízd meg is előző. Mutattam diagramon. Marci, flow lesz. Köszönöm. Szép volt. És nézzük meg, hogy az AI drukkol magán. Ja. Ott figyelek a másiken, örüljetek. Nagyon komolyan megküzdöttünk azért a 7. és 8. helyén, Dávid. Szép volt. Most akkor ki lett, hanyadik? Ki lett a második? Az AI. Én a második, és Dávid a harmadik. Nekem volt 3 pontom, Dávidnak egy. Nekem egy egész. Neked meg 18. Nekem egy egész pontom volt. Szép. Ezt mind kaptam a tanárnénitől. Egy egyest. Hát így. Szerintem akkor menjünk is hát a következő játékra. Már itt is vagyunk a következő játékunkban, ami nem más, mint a FIFA 21. És ezt hogy fogjuk játszani? Ezt kérlek szépen úgy fogjuk játszani, hogy kiválasztja mindenki, mivel Európa bajnokság van, és szerintem maradjunk az Európa bajnokságon induló csapatok közül, az általa legkedvencebb csapatját. Minden csapatot csak egyszer lehet választani. Uh-huh. És szerintem csinálunk egy ilyen házi bajnokságot, ezt a FIFA-n belül egyébként be lehet majd állítani, és mindegyik csapatot azonos pontszámra rakunk. Szóval, hogy nem lesznek nagyon pontszámbeli különbségek, szóval tényleg csak arra megyünk rá, hogy ki melyik csapattal akar az EB-t. A nyers skill, csak a pure skill számít, semmi zél, ez az a most, csak a pure skill. Na, sokat fog számítani. Azt sem tudom, hogy hogyan kell ezt játszani. Mondanám, hogy csináljuk már 2v1-be, hogy ellened, de az a baj, ha kettőket összeadjuk, hát nem lesz sokkal. Magyarország, Anglia örök rangadó, mind a két csapatnak 90-99. Kiválasztottam, tiszta Sims. Mibe öltözzenek fel? Mennyi ruha? Hozzam a gyönyörű, szép. Fehér, csak piros, fehér, látszódjon, hogy zöld. És mehetünk. Izgi, kezdődik. Na, a mérkőzés. Nézzük, hogy mire vegyünk egymással. Közben Marci a kommentátor, gondolom, gyönyörű szép passz részemről az ellenfélnek. Elképesztő, hihetetlen. Dave jelen pillanatban a magyar válogatottan játszik, míg Zsidav az angolokkal van, és a magyarok tarazon egy indítás érkezett volna is. Ami nem sikerül, de ez Zsidav. Nagyon szép passz nekünk, és ott... Köszönöm szépen a gólpasszt, Dávid! Szívesen! Ez uraim, így! Tehát akkor... Ez az igazi csapatmunka, amikor nem 11 játékos, hanem 22 játékos dolgozik azon, hogy egy csapatnak gólja. Erre emlékezni fogok. Vagyok a legjobb játékos. Ezt megfogom, hálani nyomj egy X-et, és akkor elindítod a meccset. Végén majd csináljunk ilyen igazi sportoló interjúkat. Nagyon szeretném megköszönni édesanyámnak, a csapatomnak, aki felkészített, támogatott, de az angolok már is kontráznak, felszívták magukat az egy kapott gól után. A gólpassz után most egy kicsit másik irányba is játszanak. Labda volt, úgy gondolta a sportbíró. Megy a beadás, nagyon szép, de nincs ott senki, így a legszebb. És ma mehet is vissza a labda. Na. Miért ezt miért csinált? Ez a hazadás volt? Erről már el azzal játszunk. Ó, bedobás. Ne táncol! Dávid! Jó! Mere, segítek! Balra támadsz! Oké, ezt nem nyomom. A négyzetet? Így néztem ki Crash Racingbe, vagy? Speedrunnersben néztél ki! Ne! Azt ne hagyd, törgessük föl! Mi történik? Jaj, a gólvonalról menti ki, és arcba fejeli a játékosztását! Mindjárt pajtás! Jaj, mindjárt jön! Jaj, vissza! Jaj! Hú, ez a foci! Közben egy pár szegeznek. Jaj, na nézd meg, elvitte a lasztámat. A foci! Micsoda ellenállás. Enyém a foci! Azt az eget neki. Fú, de jó. De nem bírom. Szétszakadok! Pifa, azt az eget neki. Enyém, jaj. Hú, rá kellett vetődni. Nincs mese.
A kapus majdnem... Esze neked! Oda! Úgy van! Vissza! Na nem, van itt ember! Jó, hát megszólalnék én, de nem lehet! Nem bírom! Nem bírom! Jaj! Szétszakadok, olyan jó! Nem bírom! Ez a foci annyira jó! Hogy nem lehet ezt szeretni, ezt a sportot? Sportok le... Fellökte! Mit képzel? Elbenéz, mindig a magyarnak áll fejed! Mindig a magyarnak áll fejed! Orvost! Tessék, ott áll! Nézi a labdát! Hát akkor jó! Azt akkor... Messze! Oké, tesám, vigyed! Gyere! Vigyed! Most... Vigyed! Ezt a wallpaszt visszaadom neked! Vigyed! Enyém! Enyém a laszta! Ujj! Nagy volt, tesám! Hát nem igaz, hogy nem tudsz berúgni! Hát akkora felületre kell rúgnod! Ennek is csak a haja van beállítva! Komolyan mondom, ez a foci! Szerintem csak a foci! Szerintem csak a visszahozták a, visszahozták a teljes kivizsgálást! Szerintem már csak a kompok meccset! Ez vérvétel, ultra hang, ide mindenki! Hát ez mit szersz, ez egy neurógiai tett! Leszedem! Leszedem! Elkapta! Vigyed, tesám, tessék! De erősen, az biztos fájhatott a kis tökös mákosnak. Hopp! Erre nem számítottam még én sem, hogy ennek fogja adni. Ott is van emberem, ahol nem látom, úgyhogy kérem szépen vigyázzunk. Hopp! Lesz egy petíció Zsédavot a döntő közvetítésre. Nézd meg, nézd meg! Ahogy csukott szemmel rúgja. Fél idő? Igen. Éppen ott tartottunk, hogy... foci! A gurul a labda, úristen, ott tartottunk. Én se hoddogozni jöttem a meccsre! Ott azt van az eget... indítás, elhúzza a másik irányba. Hoppá! Tizi! Tudod mi a csoda? Azt, hogy egyébként csak egyet tudtál rúgni. Sárga! Ez piros! Igen. Ez jogos volt! Jogos, nézzük, a másik már imádkozott érte. Ez bizony 11-es, barátom. Én visszanéztem volna. Nem tudok 11-es rúgni, de... Ki a kontyos srác? Kicsikét megtekerik. Hoppá! Akkorát kapott, majdnem ott maradt. Ez az, de örül a fejének. Nehéz volt, igaz, hogy oda kellett. Azt hittem kiugrik. Na gyerünk, indulj meg! Fuss át, tessen! Ne, azért álljon meg a menet! Na azért, mindennek van egy határa. Faszod le. Igen, ez az meg. Én labdám. Nincs ez. Oda nézd, és még mutogat! Még neki áll följebb, érted? Közelében nem volt a labda, de még ő mutogat. Te jó Isten. Nem bírom! Oda! Hogy leváltam az ember! Ez az enyém, haver! Ne! Hát szabadon hagyja a... Hát láttatok ti, vagy nézzek a kamerás is, ott csúszik! Nem hiszem, hogy egy ideig tartott a második. Úristen! Hát el sem hiszem! Az, hogy ebből milyen videó lesz? Az a baj, hogy veszélyes Zsédav, mert nem tudod, hogy mit csinál. Már csak a szotyi meg a tökmak hiányzik a mennyei megyeihez. Ha Zsédav, akkor balra rárugom? Nem rúgtam kevesebb rá. A... Miért mi tekert amúgy azon a labdán? Hoppá! Jaj, megbotlott! Hát ilyenkor nem kell elkezdeni szenvedni, foci is. Hoppá! Azt mondjuk nem pont oda akartam. Hú, ez a FIFA, Istenem, de jó játék, te! Oj! Szerintem Zsédav nem szeret FIFA-zni, nem? Azt az eget. De én dehogy nem szeretek! Nem tudom, lehet, hogy... Jaj, de fölé ment, de béna vagy! Nézd, és még ő szomorú, hogy nem hiszem el. Most megbeszélik. Ugye, te is láttad, hogy a labda nem arra megy? Te megverekedés lesz. Na nézzük. Az edző, az lenne. Nem tudom, hogy ez most hogy jött ide, de... Ott vagyok, hello! Tiszta GTA. Beálltam én jobbra, is a himnuszt. Jobbra. De kivel? Jobbra. Hogy? Kicsit erős. Ej! És itt kiválaszthatom, kinek akarok? Hát... Ja, legközelebbinek. Oké, viszem. Még három percet van, hogy az alatt rúgok vagy 50-et. Így van. De akár egy piros lapot is összeszeretsz, az plusz pont. Minél több piros. Minél több lapon van? Aha. Hány piros lap lehet egy hírvonál? Hoppá! Júj! Aj, de nézd meg, milyen szomorú a srác! Azt az eget! Könnye kicsordul! Pedig olyan közel vagytok a győzelemhez. Hopp! Hoppá! Hoppá! Figyelj, de a védekezése egyébként nagyon jó. Ennyi. Vége. Nincs vese, nyertek a magyarok. Vége. Hú, azért leizzadtam, nem mondom. Nem lett a kedvenc sportom a foci,
De ezek után is utáni fogom. Fú, te! Tök vagy Szotyi, mennyei, megyei! Azért ott volt a szerel szerintem. Akkor, hogyha egy nem túl szép, de stabil harmadik helyet, a dobogó harmadik kérdezni. Fokán felajánlanánk neked, Zséda. Köszönöm szépen, elfogadom. Ne is menjetek tovább. Na, amúgy tudod mi a szép? Hogy lehetsz ilyen szerencsétlen, hogy csak két gólt után rúgni? A németekkel jössz. Én azon is kiegyezek, hogyha nem versz szarra. Jó. Bármint, hogy ez így nem neked, hanem ez így magamnak, mint kilátás, mint cél. Fél, hogyha ellenem csak kettőt tudtál rúgni, akkor én semmi jóra nem számítani. Nem, jó lesz, figyelj. Én maradok a messzínnél. Te pedig akkor hozod a kis narancssárgát. Én hozom a A meccsidőhoz remélhetőleg 4 percen maradt. Amúgy ebbe lehetett cselezni? Hát valamit lehet, de... Én csak csúszkáltam. Nem tudok amúgy fifázni, szóval hogy ez egy ilyen téves megítélés, hogy én tudok ilyet csinálni. Jaj, a narancssárga. I'm out. Hoppá! Nem tudom, hogy miért van. Hoppá! Nem gondolod, hogyha a földön van a labda, úgy könnyen vele bánni? Nem. Nem? Ja jó. Én na! Gólhelyzet! De hát mit csinál az emberem? Olyan defenzívben vagyunk, srácok, nincs csatár. Érted? Átállítottunk mindenkit hátulra. Most neki indulhatnánk, de nem indulunk hát neki, mert sincs elő senki. Szóval megy a háromszög, kicsikét haza is játszunk, kicsit oda is játszunk. Kicsit a közönségnek. Megy ez! Kicsit összehozod! A közönségnek a hondogos fiam is meg. Te nyomod a showt! Nagyon jó! Te ez már jó, állj vele! Jó, figyelj, megindítjuk egyszer. Figyelj, én már amúgy nem bír veled a szvágot. Beadjuk középre, azt a srác meg be... Na jó. Megvan a hátvédvonal eléggé szépen. Egyedül végig kiátsza, végig hozza. Na, ott a gólhelyzet! Ki kellett volna... Jó, mit csinálod? Te most szólod, te tovább szólod a mordon! Ne. Mit csinálsz? Ajaj. Sanyi! Ajaj. Felrúgta! Egy csiga volt ott. Szalai felrúgta! Nagyon nyárkás csiga, és elcsúszott. Szia Lajos! Rúgd őket tökön! Na, hova tök! Jajajajajaj! A fejét, hogy elkábuljon! Remeg a föld, remeg a föld! Ne ismerkedj! Jó, azt kifogja. Szép. Az a baj, ilyenkor már elment az önbizalom, ilyenkor már nem menne a cselekvőnek semmi. Most mit csináljon az ember? Nem megy ez ma nekik annyira. Miért kell ilyeneket mondanom? Amíg nem mondtam, addig nem volt semmi baj. Nézd meg, vonatoznak! Egy fél idő, egy gól. Nézzük azt a gólt? Nem is belővi, csak beviszi. Ne! Jaj! Ne! Jaj! Ne! Ott volt egy légy az ujjadon, és becsaptam. Köszönöm. Nehogy megharapjon. Rá léptél neki. De megint. Jó. Mi? Jujjujjujjujjujj! Rá lábára! Fú, de közel volt! Épp volt. A kutya meg a 700-a. Hányan vagytok? Na. Hát amúgy nem peregnek a gollok, ahogy én azt számítottam. Nem, hát Dávid... Egy kicsit másik irány. Mondanám, hogy a te érdemed volt, de igazából a kapus magától védte ki. Lehet az, hogy mennyire fáradt a hapsi. Hopp! Na most, mint az ágyúból úgy lőttek ki téged. Ej. Az mondjuk az egy szép. Júj! Júj! Meg volt a második fél időben. Oh, hármas csigolya, ketté. Komolyan mondom, ők nem szeretnek lábon állni. Hoppá! Ugrálnak, pörögnek, mindent csinálnak. De nagyon fájt a feje. Nagyon jó, az viszont nem... Taktikai! Belefér! Ó, csak egy sárga! Ez csak egy sárga volt? Persze, labda volt, ez nem semmi. Ne vicceim már! Utolsó embere hátulra páros lábba, egyértelmű sárga. Ú, az igen. Ha el is találja... Ha, figyelj, szerintem ha az bemegy, akkor volt. Innen már csak lejjebb. Ez már itt ég, és gondolj bele, még van egy. Milyen egy? Hát egy teljes. Teljes? Na jó, figyelj. Ez kim van, jelezte is a srác, ő látta. Kijött, odagurult hozzá.
Olyan szeme van, nem igaz. Ő megállapította. Megbizony. Ajajajajajajajaj. Gyere haver! Dave, milyen érdekes, mint hogyha nem is érdekelné őt a labda. Most is megáll, pattog felé a lasztal. A nézőtér felé, adok pár aláírást. Dobok pár tiszteletkör, de hogy így semmi. Te csak a smúzolásért. Mi csak a gázsért jöttünk már. Itt nincs progressz. Két perc, vége. Szegény kamerás. Amúgy ebben a játékban az embereit 99%-át nem is te irányítod, nem? Igen. Ja. Nos, hát ez lett volna a mi kis FIFA-s couch gamingünk, játékunk. Ja. Nyertem. És szerintem... De csak azért, mert itt voltam. Igen. Köszönjük szépen, menjünk tovább az utolsó játékunkra, ami nem más, mint a Knowledge is Power, amit egy Samsung Galaxy S21-el fogunk irányítani majd tévén keresztül, de ezt majd mindjárt látjátok, nem sokára ott Ali! Szóval uraim, elérkeztünk az utolsó fordulóhoz. Sziasztok! Örömmel látom, hogy mindannyian itt vagytok. Üdvözöllek titeket a Knowledge is Power játékban. Nex vagyok, és nagy örömömre szolgál, hogy velem tartotok. Kezdődjünk hát, ott vagyunk. Megyünk, lehet, el kell mondani, hogy melyik melyik. Jó. De szerintem úgyis látni fogják a profilképekben. Én bajszos vagyok, ennyit tudok. Ó, ott én a favágó. A virsli. Hát, hogy virág. Én vagyok. Miért sem tudja se... Mit csinál? Menő vagyok. Virsvinnel. Most jöttem a hegyről, barátom. Jó a profilképet, hallod? Jó, én a háttérrel. Hát én nem a háttérrel. Most gyűjtem a hegyről. Hát én meg az űrbű. Meg a hotdogból. Azért tudjad már, hogy itt azért megérkezem. Te ezzel mutatod szemény magad. Így van. Na, hát akkor menjünk, gyertek. Kezdődik is az első. Hű, de és akkor ilyenkor nem láthatjuk majd a másik, hogy mit nyom? Versenycsoportok, versenysportok. Na, szerintem a mozit válaszol. Én melyek a versenysportok? Hűha. Olyat kéne választani, hogy tudunk. Én oda megyek. Menjünk a versenysportokra. Áj, nagyon jó Marci. Remélem kapunk egy síjelést. Focit! Focit! Foci legyen, bakker! Művetségi kvíz. Na nézzük. Annál több pont a jutalmatok. Vágjunk bele. Ez a férfi a legsikeresebb a történetében. A foci! Ah, tudod, egy focista! Gyerünk már! De ki mondta leggyorsabb? Számít a gyorsasági számít. Én olyan, én úgy ráküldtem. A NASCAR! Vajon igaz-e? A flugos. Flugos! Úristen! Ezt az arcot meglátod itt. Amúgy majd lehet egymást szivatni. Oda bökök. Te voltál a leggyorsabb hegyről. Ó, aztán nem írja, hogy mennyivel? Nem. De írta, csak nem figyelte. Folytatás. Na nézzük. Jaj, könyörgöm, csak ne a foci. Na jó, hát ezt öcsém. A dobos. Igen. Pond, Dave, Roger, Tyler, Mir, Rongo, Star. Oh. Én nem vagyok biztos What? Benne. Ringo volt? Nem tudom, én rólad puskáztam. Aztán ő is benyomta. Én pont a múltkor kérdeztem meg, hogy ki volt az a Ringo. Hogy nem, olvastam egy könyvet, és abban volt benne. A Ringo volt a dobosuk. Mert előtte volt valaki, de tök mindegy. De ez a baj, megint nem vagyok elvére, ugyanúgy a végén kódolok. Nem tetszik, nem szimpatizálok egy olyan. Na ez jó lesz. Nem akarok visszamenni crash-ezni, vagy valami? Nem, nagyon nem. Kipászottam kis egyet belőle. Az a séd, ez nagyon gyenge teljesített, az a bölni. Híres zenészek. Még egyszer nem megyünk a Beatles-re. Híres zenészek. Talán még az. Jó. Híres zenészek meg a zenekészítők között mi a különbség? Hát a zene készít, nem biztos, hogy híres. Kell neked nem tök minden jut, hogy kaptál. Na megint? Kijátsza az elektromosság mesterét a Tökéletes trükk című filmben. Mert hogy ért, hogy kijátsza? Hát ki a színész? You know? Fogalmam sincs. Róla puskáztam.
Nem. Dávid Robbie. Már megint? Persze. Én nagyon szeretem a tökéletes trükköt, de David Bowie. David Bowie! Hát zenészek! Hát miért lett volna a másik? Hát nem híres zenészek volt? Hát miért azt nyomod? Teljesen vakon vagyok. Nézd már rám, nem hiszem el. Ha egy ember van, akire azt hiszem, hogy lehet puskázni, erre rosszat mondasz. Nem ez a játék, hogy... Megint két. Melyik kütyümestert alakítja a kifejlődő színész? A Skyfall és a Spectre a Phantom Thieves című James Bond filmekben. Melyik kütyümestert? Tessék! Nem tudom. Fogalmas, Tony Stark. Hú, az nekem valahogy ismerős. A saját útját, talán övé lesz a dicsőség. Légy szíves, legyen a Q. Yes! Úristen! Yes! Úristen! Láttam a filmet, a Skyfall, és valami Q. De a Q az nem egy nő volt? Van ilyen, hogy Q? Nem tudom. Ki volt akkor a csaj? Ezt hogy hívták? M? K? Vagy az a Men in Black? Na, mivel ez felsikt az ABC-t. Max Zerenget. Semmit az mondjuk azt, hogy... Nekem is csak az, hogy az volt az egyetlen James Bond. Popzene. Hatalmas sikerek! De nézzük, szakadjunk már az előadófról. Abból csak akad valami olyan, amit tudunk is. Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Amúgy van ilyen adutok, el tudjátok nyomni. Ja. A többség ezt az utat választotta, és nekem ez elég. Még egyiknél se éreztem, hogy én úgy... Nem. De a celebekre nagyon rámentünk. Ah, azt kellett neki. Taylor Swift-kével. Olyan dupla lesz ebből, hogy... Mindig én húzom a rövidet? Dupla találat. Nem rám lett nyomva? Gömbet. Most nem mondtam. Fogadás! Mi az? Fogadtam egyet. De kire? Ha, majd kiderül. Fogadtam. Magadra persze. Énekes slágerei közé tartozik az Orinoco Flow és a Made Be. Hú, a kelta énekesek, abban nagyon, azt nagyon kerem vágom. Nem, hogy puskázzatok, keltából nagyon otthon melyik vagyok. Melyik az, ami nagyon keltának tűnik? Ötletem sincs, nem is hallottam, azt sem tudom, mit jelent. Én nem láttam az összes betűt vágva. Ó, mindenki rámet az E, A, Kenya, Enya, Kelta, jó lesz az. Jó, te nagyok vagyunk, te nagyok vagyunk. Hogy? Még fogadtál is. Ezt nem nagyon bírtam így kimondani, és Enya. Az még ezért pontot is érdemes. Marci nagyon megfontolt, hogy csak sokat... Jaj, rám fogadtál egyen a szívedet! Hát, hogy ne, ott a tuti, ott a fix pontok, érted? Pontok, leszikám, pontok, ott van. Igen. Nem vagy annyira biztos. Ajaj. Na nézzük. És újkor, ókor, ókor... Hát egyiket sem akarom szívem szerint. De ünneplés! Na hát ünnepünk, nem? Itt vagyunk, együtt játszunk, ünnepeljünk. Mit ünnepelnek a keltek? Mikor ünnepelnek a keltek? Hogyan szoktak partizni a kelták? Hogyan nevezik a pogány vallásban a Halloween-nek megfelelő ünnepet? Na hát. Wait, what? Nem elszámítottam, Mária! Én se! Csak nyomtam valamit! Hiszen én is csak én rákattintottam, egyik se volt olyan, amire én gondoltam! Én sem nálam se! Most mennyire nyomtam hülyeségre? Most mi? Megijedt a sárt! Egyet sem ismerek! Ezt nem tudni! Ezt nem tudni! Amúgy és azt tudod, hogy az mit jelent? Nem! Hát ez az! Gondolom valóban. Én minden szentek, én minden szentekre már, de az nem pogány, rájöttem. Igen, hogy... oda jön. Más fogadtam. Maradtam mellette. Elnyerted a csodálatát, Friderik viszont. Hát így nem sikerül ellépni. Jó, hát biztos se fogadni, na mindegy. Elértük az utunk végét. Most itt minden megváltozhat. Mi? Vehetek? Döntő. Közelebb kerülne, mert nem látom a tévét. Az utolsó kihívás. A tudás piramisa. Minél gyorsabb válaszokat adtok, annál több lépcsőt másztok meg. Aki elsőként ér a piramis tetejére, az lesz a játék abszolút győztese. Elgömbölt. Húsos szekció.
Jaj, ne már! Ne már! Ú, ezt a kettőt annyira gyűlölöm együtt! A következő kérdés. Melyik városban lett merénylet áldozata John F. Kennedy elnök? Na nézzük. Bá! Bá! Elnyomok! Akárcsak eddig, gyorsabb válaszokkal magasabban adhattok a fenséges piramison. Fejfej mellett. Ez mint a borra vagy óvalok lemaradva. Nagyon. Festék. Jön a kérdés. Lássuk. Na. Melyik családtagját festette meg James Whistler? Ki, mit, hol, mikor? Kicsoda! Itt csak abban bízhatok, hogy... Én tudtam! Nyilván az anyját! Én tudtam! Az anyját! Én tudtam! De nem tudtad. Tudom, hogy mit festett meg, mert nem tudtam elolvasni. De tényleg. Mi? Hát hol? Hát persze, hát én tudom! Mi van rajtam, trutymog? Ne! Ne! Ez mi van? A Rocky Horror Picture Show! Lebuktuk. Amúgy nem tudom, veszitek el, hogy mennyire összefügg a foci tudás meg a... Igen. Tudom, hogy milyen kelta... Mondjuk Podem azt tud, nem tudta. Mondom azt, keltákból még körbetálni. Csodálatos! És mit nyertem, mennyi pénzt? Kedvenc hotdog barátunk ki a győzelem és a dicsőség. Szívből gratulál! Mert mi ott állunk hátul, látod? Nagyon szép, szép küzdelem volt. Szép volt. A kelták én. Szép volt, szép küzdelem volt. Na, hogy éreztétek magatokat, srácok? Amúgy fun game. Tehát én adom. Kicsit beragadtunk szerintem a keltáknál. Igen, tehát, hát nem igen. Tudom kivitelni. Több keltás kérdés kellett volna szerintem. Áruljátok el, hogy a sportoktól hogyan jutottunk el a zenészekig? Nem tudom, de nagyon nehezen váltottunk, de amikor váltottunk, akkor nagyot. Hát akkor nagyot. Wow. Srácok! Én mondom vagyok, hogy nincs már srác, mint hogy elköszönjünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem a mai napon. Nektek pedig a figyelmet, remélem, hogy tetszett nektek az epizód. Még egyszer szeretnénk megköszönni a Samsungnak a lehetőséget, hogy kipróbáltuk ezt a 8K-s, 65 szolos, 140 Hz-es vagy 120 Hz-es televízió csodájukat, és még egyszer mondom, remélem, tetszett a videó, hogyha igen, akkor adjatok rá egy lájkot. Minden egyéb videót, illetve linket a leírásban megtaláltok, legyen szó KD csapat Dave-nek a videójából, amikor bizony sportját, nem, amikor ügyességi játékokkal játszottunk, illetve Zséda videójáról, amikor pedig verekedős játékokkal játszottunk. Csekkoljátok le azokat is, találkozunk egy következő videóban. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!